Zajlik az élet a Közelbaba Csevegő Klubban, ahová hasznos információk megszerzése miatt járnak a fiatal anyukák. Most éppen a babahordozás kérdéskörét járták végig a résztvevők. Nekem most már lesz 2 éves a kislányom, és amikor elkezdtünk hordozni, akkor kellett nekem segítség ehhez. És akkor találtam rá erre a Közelbaba Klubra. Ildi rengeteg sok hordozóval rendelkezik, nagyon sok segítséget kaptam tőle ebben. Az ő segítségevel tudtuk kiválasztani a most 2 aktuális hordozónkat. Most hozott nekünk például nyára úszós hordozókendőt, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Az Összhang Egyesület 2009-ben azzal a céllal jött létre, hogy felhívják a figyelmet a természetes szülésre, és hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak a családoknak, például az anyateljes táplálást illetően. Feladatuknak tekintik továbbá azt is, hogy támogassák a fiatalokat a szülővé válás következtében kialakult új élethelyzetekben. Az idei születéshetének központi témája a szülés és a születés minősége. Ha nincs információ, nincs választási lehetőség, tehát hogy nagyon fontos, hogy legyenek információik az anyáknak, nagyon fontos, hogy tisztelet legyen az anyáknak, a babáknak, a családoknak, és ezért is nagyon sok lépést szeretnénk tenni mi Összhangegyesület, és maga a születés hete is. Egy nagy évet járunk be ezen a születés hetén, most a fókuszban a szülés-születés minősége van, erről beszélgetnek itt a Csevegő Klubban is. A hét második felében is gazdag programokat kínál az Egyesület. Így például szerdán játékos mozgásfejlesztésben vehetnek részt az apróságok szülei kíséretében, az Így tedd rá projekt részeként.